Sziasztok! Jó reggelt! Egy újabb hétvége és egy újabb vlog. Ma szombat reggel van, megcsináltam a hajamat, megcsináltam a sminkemet, és képzeljétek el, hogy 1001 éve nem volt egyenes a hajam, szóval úgy döntöttem, hogy ma nem göndörítjük be, nem hullámosítjuk be, hanem egyenesen hagyjuk. Én nekem alapból a hajam szögegyenes, szóval nem kell vasalnom. Általában a töve az egy picit így eldeformálódik, ahogy alszok, szóval azon szoktam átmenni igazából a hajvasalóval, hogyha egyenes a hajam. Szerintem a legtöbbet kérdezett kérdés az, hogy mit használok a hajamra, mivel használom a göndörítőt, használom a hajvasalót, és mivel védem meg a hajamat. És sose volt nekem egy ilyen igazi haj ápolási rutinom, viszont úgy döntöttem, miután legutóbb befestettem a hajamat, így icipicit jobban ebbe belemegyek, és elkezdek odafigyelni jobban a hajamra. Az én hajam nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vékony, nagyon gyenge, tehát szinte alig van hajam, tehát hogyha így, most tudom, hogy itt föl van kötve, de láthatjátok, hogy tényleg nagyon-nagyon vékony szálú hajam van, nincsen nagy szerencsém, mind a két testvéremnek erős, hullámos, a Rékának hullámos, a Dénának egyenesebb haja van, és hát én nekem nem, nekem nagyon-nagyon vékony, világos és gyenge hajam van. Amivel ápolom, vagyis amivel elkezdtem ápolni, igazából kettő új termék, ugyanaz a márkája, és a fodrászaim ajánlották nekem. Szóval, amit csinálok, az, elmondom, hogy hogyan szoktam csinálni. Szóval a márka, amit használok, az Olaplex. Az Olaplex az egy kifejezetten olyan haj márka, tehát egy olyan márka, ami olyan hajra készít termékeket, amik festett haj, roncsolt haj, gyenge haj, tehát használhatod akkor is, hogyha tökéletes hajad van, sose lett festve, nyilván ad neki egy ilyen extra törődést, de ezt kifejezetten olyan hajra csinálták elsősorban, ami egyfajta törődést igényel, mert valami miatt roncsolva lett. Szóval az Olaplexnek a termékei úgy vannak megnevezve, hogy number 1, number 2, number 3, 4, 5, 6, 7, meg aztán van 0, szóval 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tehát minden egyes termék az egy szám. Igazából én nem használom mind a 8-at, mert ugye akkor a 0-tól 7-ig mind a 8 terméküket, van nekik, azt hiszem a nullás az valami olyan dolog, olyan szérum, amit a hajfestékbe rakhatsz bele, vagy viheted el a fodrászodnak is, belerakja ő, és akkor ápolja. Azt hiszem, hogy a number one az a sampon, a number two az a balzsam, akkor a number three az valamilyen haj reparáló, hogy miután befested a hajadat. Szóval mindenkinek megvan a saját maga küldetése, hogy mit csinál a hajaddal. Ami engem megfogott, és amit nekem ajánlottak a fodrászaim, az a number 6 és number 7, szóval a 6-os és a 7-es termékük. A 6-os az egy olyan, nem balzsam és egyben ilyen treatment, hajkezelő krém, tehát egy ilyen, ami jobbá teszi a hajadat, a treatment, ami tehát egy kicsit olyan, mint egy balzsam, de rajta hagyod a hajadon. Szóval megmosod a hajadat, és ez csak, amit nekem mondtak, hogy így kell használni. Szóval lehet ezt használni akár milyen módon. Lehet úgy használni, hogy száraz hajra rakod rá, de ahogy én használom, az, hogy amikor megmosom a hajamat, utána, amikor már egy icipicit megszáradt, mert általában nem szoktam megszárítani a hajamat, hanem hagyom, tehát amikor már nem vizes, hanem inkább csak ilyen nedves, akkor használom. És rakok egy ilyen, tényleg egy ilyen borsónyi nagyságút, mert hogyha túl sokat raksz, akkor ilyen habos lesz. Egy nagyon-nagyon picit a tenyeredbe, így elmasszírozod a kezeden, mint hogyha az összes ujjadon és a tenyereden rajta legyen, és így áthúzod a hajadon. Tehát nem a tövét, hanem nagyjából innen, lefele. És az egészen áthúzod, és hagyod, hogy megszáradjon, vagy meg is száríthatod akár egy hajszárítóval, szóval ez véd a hőmérséklet ellen is. Még nincsen benne nagy tapasztalatom, tehát tényleg még csak most kezdtem el használni, viszont hogyha látok változást, meg látom, hogy sokat segít, akkor meg fogom említeni. Lehet, ahogy említettem, száraz hajra is rárakni, ez csak az, ahogy nekem ajánlották. A másik, a number 7, vagyis a 7-es számú termékük, ez pedig egy olaj. És ez egy olyan olaj, ami megvéd a hő ellen, tehát a hőtől, hogyha például használsz hajvasalót, hajgöndörítőt, vagy akár hogyha elmész ki a partra, és a napfény, tehát az UV-sugárzás ellen is véd. Ezen kívül ápolja, mert mindenféle olajok vannak benne. Amit erről érdemes tudni, az, hogy teljesen vegán, nincsen állatokon tesztelve, nincsen benne alkohol, megvédi a színét a hajadnak, hogyha festve volt. Van egy ilyen UV védelem, amit ad, egy ilyen UV protection. És a heat protection, ami azt jelenti, hogy ez a meleg
tehát a hajvasaló, vagy a hajgöndörítő, amikor használod, azt írja, hogy 450 Fahrenheitig véd. Tehát 450 Fahrenheit, az nem is tudom, az kb. 220-230 Celsius. Na és ezt úgy használom, hogy száraz hajra, mielőtt mondjuk a hajvasalót használnám, vagy a hajgöndörítőt, kifésülöm a hajamat, rakok a kezembe, nem kell ebből se sok, tehát tényleg pár csepp, ugyanígy itt picit így eldörzsölöm, és áthúzom így a végein. És nem tudom, hogy lehet-e látni, hogy milyen szép fényt ad neki, szerintem most itt ennél a lámpánál nem, mert még mindig nincsen meg a ring lightom, de majd ha meg lesz, akkor megmutatom. De tényleg egy nagyon-nagyon szép fényt ad neki, nagyon puha lesz tőle a hajad, és hát védi a hőtől. Úgyhogy hát tényleg, ahogy említettem, nincsen még nagy tapasztalatom benne, de ahogy lesz, mind a kettőről fogok még bővebben beszélni, meg az, hogy milyen hatással volt a hajamra. Úgyhogy gondoltam, hogy ezt így megemlítem az elején, csak azért, mert annyi kérdést kapok ezzel kapcsolatban. És hétvége van, szóval, hogy kezdjük a hétvégét? Egy brunch-al, egy késői brunch-al, már lehet, hogy nevezhetjük lunch-nak is, amúgy ebédnek, mert egyre van foglalásunk egy étterembe, úgyhogy oda fogunk menni, és találkozunk a Ritáékkal. Ez a hétvége, ez képzétek el, hogy én úgy gondolom, hogy ez a tavasznak a kezdete. Ma még nincsen nagyon-nagyon-nagyon meleg, még fúj a szél, de süt a nap, de azért jó idő lesz, viszont holnaptól beköszönt a tavasz, tehát ilyen 26 fok körül lesz, és amit lehet látni előre az időjárást, végig ilyen idő lesz, úgyhogy szerintem végre nálunk elkezdődött a tavasz, én már nagyon-nagyon vártam, úgyhogy ez egy jó hétvége lesz. Megyünk mindenfele, ma megyünk Körmöshöz, este van egy kis munkával kapcsolatos dolog, úgyhogy valószínűleg, hogy a Körmös után már csak holnap fogtok látni, viszont holnap is vlogolok egész nap, úgyhogy most fogom feltölteni az előző hétvégi vlogot, ezt a Valentin napi hétvége vlogot, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg azt is, de lelinkelem a videó alá, és kezdjük el együtt ezt a hétvégi vlogot. Na, elkészültem, úgyhogy gyorsan megmutatom, hogy mibe vagyok. Ez egy ilyen egyberészes leopár mintás nyilván szoknya, ilyen egyberuha, és az a jó benne, hogy elég vastag, szóval ma nincs az a hű, de nagyon-nagyon nagy meleg, de mégis süt a nap, szóval szerintem ez itt tökéletes, és felvettem egy ilyen fekete harisnyát hozzá, és ezt a lapos csizmával, csak azért egy picit sportosabbá tegyem. Ezt a fekete hátizsákot, és akkor így még sportosabbá fogom tenni ezzel. Szóval a lapos csizma meg a hátizsák, az mindig sportosra teszi a dolgokat, úgyhogy gondoltam, hogy így mixelem ezt a kis csinos ruhát ilyen sportos dolgokkal, és akkor mégsem lesz olyan nagyon-nagyon elegáns. Fölvettem ezt a nyakláncomat, és készen is vagyok, úgyhogy most pedig el fogunk indulni. Szóval most végeztünk a brunch-al, és most pedig el fogok ugrani a Körmöshöz, ami North Hollywoodban van, és innen nagyjából egy ilyen 35-40 perc, szóval el kell indulnom időben, úgyhogy most hazamegyünk, gyorsan átöltözök, és gyorsan elmegyek oda. Aztán utána pedig, ahogy említettem, dolgozni fogunk, úgyhogy utána holnap fogunk találkozni. Legközelebb! Szóval képzeljétek el, hogy most hívtak a Körmös szalomból, és lemondták az appointmentemet, szóval nem megyek ma, hanem jövő hét pénteken. Ezt most már elég sokszor előfordul, biztos, hogy emlékeztek az előző videókból, viszont most az van, hogy elmegyünk munka miatt egy helyre, és meg akarom nektek mutatni, mert szerintem még sosem mutattam meg nektek ezt a részét Los Angelesnek. Ezt úgy hívják, hogy Koreatown, ami ilyen koreai városrész,
negyed, úgyhogy megmutatom, mert minden kórhaiul van kiírva, rengeteg kórhai étterem, bevásárló élelmiszerbolt van. Jó reggelt, úristen, el sem tudom mondani, hogy mennyire késésben vagyok, mert ez az egész hétvége úgy látszik csak arról szól, hogy megyünk étteremből étterembe. Tegnap voltunk ugye a Ritáikkal brancsolni, és ma megint megyünk brancsolni, szóval ez egy ilyen nagyon utolsó pillanatban eldöntött dolog volt. 9-re van a reservationünk, fölkeltem ma 6-kor, elkészültem, ittam egy kávét, átnéztem a tegnapi YouTube videóm alatt a kommenteket, szóval így szépen lassan elkezdtem a reggelemet, és már 8:30 van, és el kell indulnom, és visszük magunkkal a Bentley-t is, szóval a barátom most gyorsan levitte reggel, és most várom, hogy jöjjön föl, és akkor el tudunk végre indulni, még gyorsan kell magamra fújnom parfümöt, mondhatom, hogy be vagyok gyorsan. Egy ilyen fekete bodyba, ez egy ilyen sportmelltartó, és ugyanolyan nadrág, mint a sportmelltartó, azzal így meccsol, és szerintem egy akcsizmát fogok felhúzni, egy fekete akcsizmát, és el kell indulnunk, ne haragudjatok, de mutatok mindent, és ma rengeteg terv van, el kell vinnem a Bentley-t groomerhöz, este megyünk vacsorázni. Na, ez a videó ez csak arról szól, hogy megyünk mindenfele vacsorázni, de meg enni, meg brancsolni, de hát most ilyen ez a hétvégén, szóval miért nem mutassam azt, ami történik? Na jó, abba hagyom a beszédet, és el kell indulnom. Szóval ne haragudjatok, hogy az előbb annyira nagyon siettem, de gyorsan elmondom, hogy hova megyünk. Szóval ez a hely, ez a Butcher, és ez tényleg az egyik kedvenc brunch helyünk. Itt van ez a kék kávé, amiről már posztoltam Instagramon, úgyhogy most oda megyünk, és itt a Bentley. Bentley nagyon izgatott, aztán utána brunch után meg megy levágatni végre a szőrét. Nézzétek meg, hogy milyen nagyon-nagyon hosszú. Általában sokkal rövidebb szokott lenni, de mivel most kicsit hidegebb volt, ezért hagytuk, hogy megnőjön neki, mert ő olyan fajta kutya, akinek folyamatosan nő a szőre, mint egy embernek a haja. Szóval, hogyha nem vágnánk le neki, vagy nem vágatnánk le neki, akkor addig nőne, ameddig ki nem lát szegény, úgyhogy hát így néz ki ez a baba most. Bentley, you wanna say hi? Nagyon érdekes. Bentleynek minden nagyon-nagyon érdekes. Ilyenkor a motor, a kutyák, minden. Bentley, are you ready? Benjamin, are you ready? Ilyenkor teljes izgalomban van, úgyhogy nem lehet zavarni.
Szóval itt vagyunk most már a brunch helyen, viszont ameddig nem vagyunk itt mindannyian, addig nem tudunk leülni, úgyhogy ameddig ide érnek a ritáig, addig sétálunk egyet a Bentley-vel, és itt körbe itt a Sunset Plaza-n. Amúgy ez a kedvenc helyem egész Los Angelesben, ez a rész itt, ez itt a Sunset Boulevardon van fent. Tényleg ez a kedvenc helyem, itt imádok sétálni. Amikor a Pannék itt laktak, akkor ők pont itt laktak ez alatt, úgyhogy mindig ide jöttünk fel kávézni, úgyhogy ez tényleg egy nagy kedvenc, és remélem, hogy ide érnek a ritáik hamarosan, és akkor le tudunk ülni bruncholni. Na, sziasztok! Úristen, nem is tudom, hogy hova rakjam a kamerát, hogy a Bentley-t is fogom, meg a kamerát is, szóval most köszöntünk el a ritáiktól. Voltunk brancsolni, én ettem egy avokádó tosztot, meg édes krumpli, sült krumplit, a Bentley is evett egy kis édes krumplit, úgyhogy utána kicsit itt kocsikáztunk a városban, aztán most pedig megyünk mi haza, illetve nem haza, mert amúgy nem is értem. Tehát képzétek el, hogy fölhívtak a Bentley-nek a kutyakozmetikusától, és lemondták az időpontját. Tehát ezen a hétvégén lemondták a körmös időpontomat is, meg a Bentley-nek az időpontját is, szóval ez egy ilyen hétvége, úgy látszik. Úgyhogy átraktam két hét múlvára, de most megpróbálok egy másik helyet fölhívni, mert már annyira hosszú a szőre, hogy ezt nem lehet bírni, és nagyon-nagyon meleg lesz. Tehát már ma is nagyon meleg van, 24 fok van, szóval ezt ő nem bírja. Úgyhogy remélem, hogy sikerül majd átrakni, vagyis kapni neki egy közelebbi időpontot. És most pedig el fogunk menni megnézni egy helyet, ami munkaügyben van, és utána el fogunk menni macsát inni. Tudom, hogy brunchon is macsát ittam, de most akarok inni egy hideg macsát, és van egy hely itt Los Angelesben, aminek az a neve, hogy Csacsa Macsa. Minden macsa. Minden, ami ott kapható, az macsa. Van körülbelül 20 különböző macsa, van levendulás macsa, vaníliás macsa, málnás macsa, minden. Amit el tudtak képzelni, mindenféle. Van macsa croissant, van macsa fagyi, és minden vegán. Úgyhogy annyira nagyon jó hely. És az igazság, hogy volt egy fogadásom a barátommal, amit megnyertem, szóval ezért megyünk oda a Csacsa Macsába, mert neki nem a kedvence, én nagyon szeretem. Úgyhogy most oda tartunk éppen, úgyhogy meg fogom nektek mutatni, nagyon-nagyon cuki hely. Haza, és igazából ez a nap ez úgy ment volna, hogy reggel elmegyünk a ritáikkal reggelizni, vagy brancsolni, aztán utána elvittem volna a Bentley-t levágatni a szőrét, és akkor délután itthon lettünk volna, és akkor este megyünk találkozni a barátainkkal vacsorázni. Mivel ugye a groomer nincsen, ezért most hazajöttünk, megálltunk hazafele a Csacsa Macsába, és most pedig hazajöttünk, és egy icipicit le fogunk pihenni, mert tegnap elég későn mentem aludni, ilyen hajnali 2 körül, mert néztünk sorozatot, és reggel már 6-kor felkeltem, mert 9-kor volt a reservationünk a brunchra. De nem ez a lényeg. A lényeg, amiért idejöttem, csak egy azért, hogy ezt elmondjam, hogy mi a sztoria a napnak. A másik pedig az, hogy kaptam egy kommentet a videóm alatt, amit tegnap raktam ki, ami egy
Valentin napi hétvége volt, és kaptam egy kommentet, amiben azt írta egy személy, nem tudom, hogy mondjam a nevét, igazából mondhatom, Tamás Raffai. És azért mondom a nevét, mert azt írta, hogy csak azért nézi a videóimat, mert a felesége erőlteti neki. A feleségének tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy nézi a videóimat, és hihetetlenül jól esik, hogy az a program ugye a kommentekből kiderült, hogy az én videóimat nézitek, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Viszont ő azt írta, hogy nagyon unalmasak. A férje írta, hogy nagyon unalmasak a videóim, és hogy nem szól semmiről, úgyhogy ha én visszanézem a régi videóimat, akkor én is rá fogok jönni, hogy nem szólnak semmiről, és hogy rengeteg értékes információt meg tudnék osztani ehelyett. Szóval csak azért gondoltam, hogy ezt felhozom, és nem azért, hogy én akárkivel veszekedjek, vagy bizonyítsak, vagy akármicsak. Gondoltam, hogy elmondom azt, hogy nekem a videó típusaim, amiket én csinálok, az nagyon-nagyon vegyes. Én csinálok szépségápolással kapcsolatos videókat, csinálok kevert videókat, amikor mondjuk sminkelek és közben beszélgetek dolgokról, nagyon szívesen beszélek különböző problémákról, amik jelen vannak a mai világban, például egyenjogúság, a nőknek a szerepe a világban, ilyenekről is nagyon-nagyon szívesen, és tudjátok, hogy beszélek is. Ezen kívül csinálok utazós vlogokat, csinálok divattal kapcsolatos vlogokat, csinálok egészséges életmóddal kapcsolatos videókat, főzős videókat, mit eszek egy nap videókat. És mivel én itt élek egy teljesen más országban, mint Magyarország, egy teljesen más kontinensen, egy teljesen más világ és élet ez, mint mondjuk, hogyha Európában élsz, ezért csinálok néha olyan videókat is, amik az itteni életről szólnak, hogy itt miként megy ez, miként megy az. Tehát én nem úgy érzem, hogy csak egyfajta videókat csinálok, és én mindig megkérdezem az embereket, akik nézik a videóimat, vagyis titeket, mindig megkérdezlek titeket Instagramon, megkérdezlek itt a videóimban, kommentekben, hogy milyen videókat látnátok tőlem. És én úgy gondolom, hogy én képes vagyok arra, hogy különböző videókat gyártsak, és különböző témájú videókat készítsek, és nagyon-nagyon szívesen is csinálom őket, ezért kérdezlek meg titeket. És amilyen videókat láttatok tőlem eddig, ezek mind azért készültek, mert ti kértétek. Például, hogyha visszamentek a legesleg elejére a csatornámnak, akkor az elején nem csináltam más, csak hétvégi vlogok, mit csinálok hétvégén, csak mutatom, hogy mi történik velem, főzök. Viszont rengetegen kértétek tőlem, hogy csinálj egy kicsit olyat, ami esetleg az ottani életről szól, hogy hogyan van ez a rendszer, hogyan van ez, hogyan van az, és ezért is csinálok nagyon sok kérdezfelelek videót, mert azokban a kérdezfelelek videókban meg tudom válaszolni ezeket a kérdéseket, ami az amerikai, az Egyesült Államokban lévő dolgokról szól. És hogyha esetleg olyan kérésetek van, hogy egy specifikus dologról beszéljek, így az itteni élettel kapcsolatban, tehát hogy itt hogy megy például az oktatás, vagy amiről tudok beszélni, tehát olyat azért nem tudok mondani, amihez nem értek, hogy megy itt az egészségügy, hogy megy itt ez, nagyon-nagyon szívesen, és ezért is kérlek titeket mindig, úgyhogy ha akármilyen ötletetek van, és hogyha ne haragudjatok, megnézem, hogyha Tamás Raffainak is akármilyen jó ötlete van, én nagyon-nagyon szívesen meghallgatom, és nagyon szívesen készítek arról videót, mert igazából nekem az a célom, hogy egy, ti élvezzétek a videókat, amiket én készítek, és kettő az, hogy én is élvezzem a videóknak az elkészítését. Úgyhogy igazából, ha akármilyen videó ötletetek van, írjátok meg itt a videó alatt, és nagyon szívesen elkészítem, mert van egy pár ötletem, amiket az előző videókból, meg a kommentekből összeszedtem, úgyhogy itt van nekem itt egy ilyen kis listám, ahova írom őket, és megpróbálom megvalósítani. Ez a hétvégi vlog, ez egy tökéletes példája annak, hogy csinálok egy olyan vlogot ezen a hétvégén, ami tényleg csak arra szól, hogy mit csinálok. Egy átlagos szombaton és vasárnapon. Ez a hétvége nem volt a leg, hogy mondjam, nem volt akkora nagy programokkal teli. Nagyon-nagyon örültem, hogy láttam a barátnőmet, a Ritát, és hogy időt tudtunk tölteni együtt. Tegnap voltunk brancsolni. Én délután tegnap dolgoztam, volt egy fontos meetingem este, úgyhogy azért nem tudtam akkor vlogolni. Ma megint találkoztam a Ritával, most egy picit pihenünk, és este pedig találkozunk a másik barátainkkal. Szóval
mit csinál egy átlag ember egy átlag hétvégén? Ilyeneket. Hogyha ez valakit érdekel, hogy én hogy töltöm a videómat, vagy a hétvégén, mert bocsánat, én nagyon-nagyon örülök neki, és nagyon szívesen megmutatom. Néha kimarad belőle a főzés, néha kimarad belőle a szépségápolás, de próbálom érdekesen tartani a videóimat, és próbálom elérni azt, hogy tetszedjen nektek, úgyhogy nagyon-nagyon szívesen fogadom az ötleteket, és mindenképpen írjátok meg, hogyha akármi olyan dolog van, amit szeretnétek látni a videóimban. Na, sziasztok! Na, elkészültem a vacsorára. Délután csak lefeküdtem a kanapére egy picit pihenni. Megnéztem a kamerát. Tökéletes. Szóval, elkészültem a vacsorához, nem tudom, hogy be vagyok. Felvettem egy farmer nadrágot, és ez a farmer naci, ez ilyen nem 3/4-es, de így a bokám fölé ér, úgyhogy felvettem hozzá egy fekete magas sarkút. Nem tudok megállni. Egy fekete magas sarkút. És hozzá pedig egy ilyen sima fekete bodyt, és rádobtam ezt a blazert, úgyhogy így fogok menni. Szerencsére nincsen az a nagyon-nagyon nagy hideg, tehát azért este, hogyha lemegy a nap, hűvösebb van. Ups, elfejtettem felrakni a csatjaimat, te jó ég. Szóval nincsen az a nagyon-nagyon-nagyon hűvös, de ahogy lemegy a nap, azért nincs már annyira meleg, úgyhogy ezért öltöztem így. Valamiért nem volt kedvem egybe ruhát vagy szoknyát húzni, mert mostában mindenhova abba mentem. Kigondoltam, hogy kicsit sportosabbra, de mégis nőiesebbre veszik a formát. Úgyhogy ez az outfitem.